Az idei tanévben is nagy hangsúlyt fektetnek a Hunyadi Mátyás magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskolában arra, hogy megkönnyítsék a gyermekek és szüleik döntését abban, hogy mely intézményt válasszák az óvodás évek után. Juhász Anikó, az iskola igazgató helyettese beszélt arról, hogy milyen programsorozat keretein belül mutatják be iskolájukat a kíváncsi családok számára. Csak nem két évtizede már, hogy a városban elsőként beindítottuk az iskola nyitogató foglalkozásainkat a beiskolázás keretében. Ez egy minőségbiztosítási modell a holland belső gondozói rendszernek a keretében. A szülők, a tanárok és a gyerekek próbálnak mindent elkövetni azért, hogy megfelelő döntést hozhasson a család abban az ügyben, hogy a gyermekét milyen intézménybe és hová íratja be. Célunk az, hogy a gyermekek érdeklődését felkeltsük az iskola, illetve a tanulás iránt, illetve a szülők pedig bepillantást nyerhessenek a tanítási programjainkba, hogy honnan, hová próbáljuk eljutatni majd a gyermekeiket a 8 év alatt, amit az iskolánkban töltenek. Meghirdettük az iskola nyitogató foglalkozást. Ezen a foglalkozás sorozaton, ez egy 6 alkalmas sorozat, a gyermekeknek kínálunk egy 30 perces foglalkozást minden egyes alkalommal, ahol megismerkedhetnek a tanítónénikkel, mi is megismerhetjük a gyerekeket, próbáljuk megfigyelni őket különböző szerepekben, mennyire érdeklődnek különböző dolgok iránt, legyen ez a sport, a kézilabda, vagy éppen az angol nyelv, a mondókázás, a dalolás, esetleg a számolás iránt milyen affinitást mutatnak. Minden egyes alkalommal valamilyen kis kézműves foglalkozás is van. Most éppen láthatták, hogy kis gólyákat készítettek a gyerekek a tavasz közelettével kapcsolatosan. Emellett a kedves szülőknek is mindig próbálunk valamilyen újdonságot nyújtani. Minden egyes alkalommal bemutató órákat tartunk. Ez az első osztálytól a 8. osztályig föleli a tanulócsoportjainkat. Tehát egyrészt szeretnék megmutatni, hogy kezdetben, első osztályban milyen angol órákat láthatnak, majd milyen módszerekkel tanítanak a kollégáink, milyen játékos módszerekkel dolgoznak a kollégák, hogyan használják az interaktív táblát. Aki nem bemutató órát szeretne nézni, valamilyen előadást is választhat. Azt gondolom, hogy minden szülő találhat olyan ismeretet, ami egyrészt segíti majd a beiratkozásnál, a döntésben, hogy milyen iskolába, hová, milyen programra írassa be a gyermekét, illetve a későbbiekben is a tanulmányok során is az első évben kimondottan kapnak itt praktikus ismereteket. Juhász Anikó kérdésünkre válaszolva elmondta, hogy a rendezvénysorozatuk évről évre hasonlóan sikeres, átlagosan 60-70 gyermek vesz részt a különböző foglalkozásokon, illetve a hivatalos beiratkozási időpontokról is szót ejtett. Az eredményességről azt mondhatom el, hogy népszerű az iskola nyitogatónk, minden évben egy 60-70 család érdeklődik a programjaink iránt. Még 2 foglalkozásunk lesz most a beiratkozás idejéig, ami április 14-én és 15-én lesz, és 8 órától 19 óráig várjuk majd a kedves szülőket, akik végül is majd minket választanak. Szabadidős programjainkról elmondhatom még, hogy a hagyományos Hunyadi Gála lesz az, ami április végén szintén következik. Az év vége felé még egy IKT napot fogunk tartani, illetve egy hagyományosan nagyon sikeres és nagyszabású gyermeknapi rendezvényünk lesz a strandon, illetve a sportcsarnokba, ahová most a Talamba együttest is szeretettel fogjuk várni. Tehát a tanulás mellett azért vannak kicsit kikapcsolódásra is alkalmat adó programjaink. Én azt gondolom, hogy a Hunyadi iskola egy jó közösség, ahol a diákok, a szülők és a pedagógusok együtt tudnak működni. Remek eredeti és kipróbált programjaink vannak. Folyamatosan és fokozatosan megújuló tanítási gyakorlatot folytatunk, és erről azt gondolom, hogy az előbb említett fórumokon is lehet információt gyűjteni. Az iskola választás minden szülő és minden gyermek életében nagyon fontos döntés. Ugyanakkor érdemes jó alaposan körüljárni a kérdést, hiszen egy életre meghatározhatja azt, hogy milyen karrierrel élép a gyerek. Döntsenek hát úgy, hogy alaposan mérlegelték a kérdést. Kis műsorunkkal ebben próbáltunk segíteni, és természetesen a közeljövőben is az iskola választásig minden olyan információt igyekszünk képernyőnkön keresztül eljuttatni önökhöz, amely segíthet a döntésben.